Szép estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Ma esti vendégünk Sinkó Otto, a Videóton vezérigazgatója. A beszélgetésünk témája pedig nem más, mint hogy a Forbes magazin októberi listája alapján, amely a 100 legjobb magyar céget sorolja fel, a Videóton a legértékesebb magántulajdonú cég hazánkban. Ehhez gratulálok is, annál is inkább, mert hogy Székesfehérvár az otthona a Videótonnak a kezdetektől, és a rendszerváltás után erősödhetett meg annyira, önöknek köszönhetően nyilvánvaló, hogy egyben a 13. legnagyobb munkaadó is hazánkban. Ez egy hosszú út volt, több mint negyed század, de azt hiszem, hogy érdekes és értelmes történet. Jó estét kívánok én is a kedves nézőknek. Igen, azt gondolom, hogy ez a 26 év, most leszünk majd 26 évesek, ez a 26 év, ez bővelkedett eseményekbe és változatosságba. Egyik oldalról örülünk ennek az értékelésnek. Ugye ez volt az első olyan értékelés, ami a cégeket nem az árbevételük alapján állította sorrendbe, hanem az értékük alapján, amiben sok minden egyéb is benne van. Figyelembe veszi az iparág jellegzetességeit, hiszen egy kereskedő cégnek például könnyű nagy árbevételt elérni. Figyelembe veszi az iparág jellegzetességeit, bizonyos tőzsdei összehasonlításokat is csinál, tehát hogy a hasonló piacon működő cégek, azok milyen hozamon forognak a tőzsdén. Ugye, amit a Videóton csinál, abban nagyon sok olyan tőzsdei cég van, tőzsdéjegyzett, nem a magyar tőzsdén, tőzsdéjegyzett cég van, akikkel könnyű bennünket összehasonlítani. Úgyhogy amennyire a Forbes-nak az értékelési módszereit ismerem, ez egy alapos és korrekt értékelés. Megmondom őszintén, hogy az, hogy a Videóton a legértékesebb, ez implicit módon az eddigi listákból már úgy többé-kevésbé kiderült. Ami engem meglepett személy szerint, az, hogy ilyen nagy mértékbe vezeti kvázi ezt a bizonyos sorrendet, hiszen a második helyezett az alig több, mint a fele. Az szerint az értékelés szerint a miénknek. Rendkívül fontos az önök szempontjából, hogy mi bírta rá a vállalatvezetést arra, hogy ez megmaradjon regionális hazai tulajdonú, magántulajdonú cégnek. Hiszen ez mostanság, valljuk meg, hogy nem dívik hazánkban sem, amióta kinyílt a világ, ha úgy tetszik. Igen, a Videóton a méreteihez és a létszámához képest ez valóban egy bizonyos mértékig rendhagyó megközelítés. Mi mindig úgy gondoltuk, és ez a stratégiának mindig is része volt, hogy alapvetően regionális központúak vagyunk, regionális gyártási filozófiát követünk. A regionális az azt jelenti, Magyarország, mint elsődleges, azon belül egyébként Fehérvár, mint túlnyomó többségű headquarter, és a környező országokat, azokat gyártási helyszínként a mozgásterünknek tekintettük, de valóban sose próbáltunk meg olyan értelemben globalizálódni, hogy akár, nem tudom, hogy Mexikóba, vagy Kínába újabb gyártóhelyeket létesítsünk. Azt hiszem, hogy ez egy reális önértékelésnek az eredménye. Miként lehet folyamatosan fejlődni technológiában, humán erőforrásban, hiszen a kettő kézen fogva jár bizonyos értelemben, hogy mindig ott legyenek a topon, ha úgy tetszik, ebben az időszakban is gondolok itt erre, hogy 25 esztendő folyamatos fejlődéssel zajlott. Hát ebben nekünk van egy óriási nagy segítőtársunk, az a piac. Ugye annál fogva, hogy a mi vevőink, azok tipikusan multinacionális cégek, illetőleg EU-beli középvállalatok, amik magyar mércével mérve messze nagyvállalatoknak minősülnek, és az iparágak, amikben vagyunk, azok is rendkívül kompetitívek. Ugye most a vezető iparág, ahol jelen vagyunk, az az autóipar. A Videóton az megint túlnyomó részt elektronikát csinál, de egy csomó más technológiával is, fém megmunkálás, műanyag megmunkálás, lemez megmunkálás, egyébben is rendelkezünk. Tehát, és nekünk belföldi forgalmunk szinte nincs. Tehát az üzleteinket
Ez nem azt jelenti, hogy nem szállítunk Magyarországra, mert a Magyarországon lévő multikhoz természetesen szállítunk. De az üzleteinket, azt mi globálisan kell, hogy elnyerjük. Ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, az olyan komoly hatékonyságbeli, árversenybeli, minőségbeli követelményeknek kell eleget tennünk, hogy az nem menne másképpen, az csak úgy lehet, hogy élvonalbeli technológiát alkalmazunk. Ugyanez vonatkozik az emberekre. A mi dolgozóink ugyanazt a színvonalat kell, hogy produkálják, illetőleg megközelítsék, mint amit a multinacionális cégek csinálnak. Ehhez természetesen sok minden kell. Az utóbbi években nagyon jelentős mértékben sikerült felzárkóznunk, például bérekbe is, aminek egyébként örülünk, és amit folytatni fogunk, és folytatni kívánunk, ez alapvető része a stratégiánknak. Tehát az a két dolog, a technológia és a humán erőforrás fejlesztése, azt gondolom, hogy ez van nekünk most a stratégiai középpontunkban, ez a fókuszunk. A maga komplexitásában ez a fejlődés, amelynek a különböző állomásait megélték itt negyed század alatt, rendkívül fontos. Ugyanakkor az is fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy a 13. legnagyobb munkáltató. Ennek hogy lehet olyan embereket találni ma már, tudjuk, hogy kinyílt a munkaerőpiac, akik megfelelnek azoknak az igényeknek, amelyek a videótonnál nyilván megvannak? Hát egyre nehezebben. Tehát a legnagyobb kihívás manapság az az, hogy tényleg az ember olyan csomagajánlatot tudjon tenni a meglévő munkavállalóknak és a potenciális munkaerőpiacnak, hogy ezzel biztosítani tudja a szerződéseinek a teljesítését, a bevállalt kötelezettségeinek a teljesítését. Hát eddig ez nekünk sikerült. Nem könnyű, nagyon jelentős, tehát a legtriviálisabb az az, hogy a bérbeli versenyképességünket azt javítjuk. A béreket ebbe az évben is, az elmúlt évben is nagyon jelentősen sikerült növelnünk. Azt gondolom, hogy ez a következő évben se lesz másképpen, az országos átlagot meghaladó mértékben tudtuk mi növelni a béreinket. Bizonyára vannak, akik most megjegyzik magukba azt, hogy biztos volt honnan, és ez is igaz. Ezt én nem tagadom. De a lemaradásunk, ami kétségtelenül 25 évvel ezelőtt nagyon jelentős volt, az az elmúlt években nagyon-nagyon sokat fejlődött, és nagyon-nagyon sokat zárult. Most igyekszünk a pénzen kívül, vagy a pénz mellett olyan dolgokat ajánlani a munkaadóinknak, amiket a multik nem tudnak. Nehéz azt megfogalmazni, hogy ez miben nyilvánul meg. Tehát mi igyekszünk egy emberarcú cég lenni például. Igyekszünk olyan dolgokra odafigyelni, amire talán a multik nem akarnak, vagy nem tudnak. Mert egy multi nem ajánlhat Magyarországon olyat, amit a világ összes többi pontján többé-kevésbé hasonló módon nem ajánl föl a munkaadóinak. Tehát mit tudom én például, most egyszerű dolgot mondjak, mi bevezettük a szűrőprogramunkat, mi bevezettük a dolgozói nyaralásokat, amire elég jelentős összeget fordítottunk az utóbbi időben. Tehát ezek azok a dolgok, amiken keresztül azt az üzenetet szeretnénk eljutatni a dolgozókhoz, a meglévőkhöz és a potenciálisokhoz egyaránt, hogy mi egy kicsit többek vagyunk, megfoghatók vagyunk. Például ugye itt mi nálunk tudnak találkozni a végső tulajdonossal, sőt, tulajdonképpen minden nap találkoznak. A multicégeknél ez nem feltétlen van meg ez a lehetőség. Márpedig azt hiszem, hogy volt azért hullámvölgye, a magyar gazdaság hullámvölgyeiről beszélek elsősorban. Vegyük például 2008-at, azt hiszem, hogy azt túlélni, és ráadásul nem veszíteni sokat, az minden bizonnyal jellemző a Videotonra és a hasonló cégekre, hogy akik ezt túlélték, mondom még egyszer, akkor ők jó úton járnak. De önöknek is okozott nehézséget nyilvánvaló. A 2008-ba kezdődő válság az bennünket nem ért készületlenül, és igazából nem is rázott meg. És az azért van, mert mi egy sokkal-sokkal nagyobb lokális válsággal kellett, hogy szembenézzük, egyébként Székesfehérvár is, valamikor a 2000-es évek elején. Ugye azzal, hogy az IBM kivonult, azzal mi is rengeteg üzletet veszítettünk. Ahogyan Fehérvár városa is a bevételeinek, helyi adó bevételeinek, ugye nagyon nagy részét elveszítette. És ez ráadásul egybeesett egy olyan az akkori gazdasági helyzetben elhamarkodott, szerintem elhamarkodott
minimálbér emeléssel, ami pedig más jellegű üzleteket szorított akkor ki Magyarországról. Tehát 2000-ben a Videotonnak csak nem 20 000 dolgozója volt. Tehát az eredeti 6 000-es létszámról 2000-re 19 000 fölé nőtt a Videotonban dolgozók száma. IBM-esekkel, kábelszerelésekkel, egyéb dolgokkal együtt. És a következő néhány évben ez körülbelül egy olyan 6-7 ezer főre lecsökkent ez a létszám. Ez egy óriási nagy megrázkódtatás volt, és ráadásul akkor a világban máshol nem igazán voltak problémák, tehát nem volt olyan föltűnő, mint a 2008-as válság. Tehát mi gyakorlatilag akkor hozzáedződtünk, akkor bevezettünk olyan módszereket, akkor újra kellett dolgozni az egészet, újra kellett gondolnunk a technológiánkat, akkor kezdtünk el a saját lábunkra állni, akkor fejeztük be, teljes mértékben befejeztük a bérmunkát, és akkor a teljes felelősségű gyártásra álltunk át, és akkor megint elkezdett szépen növekedni a létszám, és ezzel elérte ezt a mostani körülbelül 11 ezer főt. Tehát ez a 11 ezer fő ideális, ha úgy tetszik, a 20 ezer és a 6 ezer között valahol. Vagy pedig további fejlődési lehetőséget biztosít. Nincsenek létszám targetjeink, a létszám az mindig kiadódik. Tehát bevállaljuk az üzleteinket, és ahhoz igyekszünk a dolgozókat megfelelő számba biztosítani. Ahogy az előbb mondtam, ez egyre nehezebb. Ebben a pillanatban is szerintem több száz embert föl tudnánk venni, hogyha volna a munkaerőpiacon. Ezt a hiányt, ezt másképpen kell megoldanunk. Szerencsére ebbe a dolgozóink is partnerek, tehát egészen biztos, hogy most több túlóra van, mint amilyen a korábbi időszakban szokványos volt. Ezzel együtt folyamatosan növekedett a létszámunk ebbe a nehéz helyzetbe is, csak nem annyival, amennyivel kellett volna. Jelente az segítséget, hogy Székesfehérvár gazdasági értelemben elindult felfelé. A egyik oldalról ugye a kormány intézkedéseinek köszönhetően, illetve a városvezetésnek is köszönhetően, ha úgy mondjuk, hogy gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan elven, Székesfehérvár ipara jelentősen megerősödött. Ez azt is jelenti, legalábbis az én olvasatomban, hogy a munkaerőpiac is megnyílt abban az értelemben, hogy kvalifikált munkaerőre van szükség, és ezt nyilvánvaló az oktatás színvonalában is megmutatkozik. Hát az, hogy Fehérvár az ország egyik gazdaságilag az egyik legfejlettebb része, ez az egyik oldalról segítség, mert léteznek szakemberek szinte minden feladatra. A másik oldalról meg nyilván egy plusz kihívás, mert a verseny is nagyobb. Tehát itt most egy olyan dimenzióba is átment a verseny, eddig a piacainkon kellett versenyezni, tehát a korábbi években mondjuk a piacainkon kellett versenyezni, most a munkaerőpiacon is versenyeznünk kell. Azt gondolom, hogy ez a dolgozóknak alapvetően jó, és egyre jobb lesz, mert hiszen a béremelkedés Fehérváron azt gondolom, hogy meghaladja az országos átlagot, amennyire a statisztikákat ismerem, ez így van. Azt tudom, hogy a Videotonnál hogy van, a miénk az jelentősen meghaladja, de a többi fehérvári céggel pedig hát muszáj, hogy versenyképesek legyünk, mert különben nem tudnánk növelni a létszámunkat. Most mit tudom én, évente egy olyan 100 fővel, 200 fővel, mikor mennyivel sikerül, úgy, hogy eközben a cégnek a növekedése az 10% körüli. Ami rögtön mindjárt mutatja a hatékonyság növekedést is, hiszen a 10% körüli árbevétel növekedés, meg hozzáadott érték növekedés, az sokkal kevesebb százalék, az néhány százalékos létszám növekedéssel tudjuk elérni. Nyilván a különbözet az a hatékonyság javulásból tud kijönni, ami egyrészt a technológiának köszönhető, másrészt pedig a dolgozóknak köszönhető. Mi a fenntartható fejlődés záloga? Önöknél. Én azt gondolom, hogy aki hosszú távra tervez a mai világba, Kelet-Európába, azon belül is Székesfehérváron, annak a hosszú távú fejlődésnek az az áloga, hogy a növekedésből, ami keletkezik plusz fedezet, azt alapvetően két dologra fordítja. Egyrészt a munkaerőnek a versenyképesebbé tételére, ami a bérek növelését is jelenti, de a képzést is, másrészt pedig a technológiának a fejlesztésére. Tehát erre a két dologra kell fordítani.
Most ugye a felsorolásban nem szerepelt a profit, hogyha figyelj. Igen, igen. Megértem önt. A piaci verseny egyébként is rákényszeríti nyilván a szereplőket arra, hogy új technológia és minél inkább kvalifikált munkaerő. Mennyiben segít önöknek az, hogy Székesfehérvár egyre inkább a felsőoktatás városa is? Hát ezt mi örömmel vesszük, és el is indultak bizonyos együttműködések a duális képzés terén például, ahol azt gondolom, hogy korábban is volt egy másik formája ennek, azt talán kooperatív képzésnek hívták, tehát akkor is voltak nálunk felsőfokú végzettségű, de most ebből egy rendszer kezd kialakulni, és szerintem nagyon jó. Ugye akik ebbe a duális képzésbe részt vesznek, azok ez alatt az időszak alatt részesednek egy bizonyos javadalmazásba, amit a munkaadónak kell fizetnie. Másrészt a munkaadó az ez alatt az idő alatt megismeri őket, és ők pedig megismerik egy kicsit magát, azt a feladatot, azt a munkát, amit esetleg végezhetnek, hogyha ők is úgy gondolják, meg hogyha a munkaadó is úgy gondolja. Igen, hát. Tehát ettől a rendszer borzasztóan hatékonnyá válik. Ez nagyon jó, tehát és nem csak a gyári dolgozókra gondolok, hanem vannak nálunk most már közgazdasági profilú munkavállalók is, tehát nem csak mérnököket alkalmazunk ilyen szinten. Azt gondolom, hogy ez a jövő egyik útja a digitalizáláson és az automatizáláson kívül. Hát ahogy Sóstó felett is újra kigyúlnak a fények rövidesen, a Videoton bajnok lett, a Videoton már mint a cég pedig bajnok Magyarországon és a környező régióban vezető szereppel bír. Én ehhez kívánok önnek sok erőt, egészséget, annak a 11 ezer néhány száz dolgozónak pedig jó erőt szintén, és egészséget, jó munkát, mert hogy ők, ne feledjük, hogy egy-egy család sorsa is múlik rajtuk, illetve önökön. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és gratulálok még egyszer minden Székesfehérvári nevében. Én köszönöm, és a dolgozók nevében is köszönöm ezeket a jó kívánságokat. Kedves nézőink, az Esti Mérleget látták, vendégem Sinkó Otto vezérigazgató volt a Videoton képviseletében, hiszen kérem, ne feledjük, Videoton a legértékesebb cég. Legyünk rá büszkék. Viszontlátásra!